Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit látsz a csészében? Bepillantunk a kávés pohárba. Először elmondom azt, hogy mit látok én ebben a csészében, és kérlek téged arra, hogy írd le a kommentárba, hogy mit látsz te a kávés pohárban. Nos, itt szükségünk van a fantáziára. Én úgy látom ezt a képet, hogy alul van egy kis domb, és ezen a dombon ül egy kis állat. Ez lehet egy nyuszi, az utal a termékenységre, a szaporodásra, de lehet egy kis malac is, ami szerencsét hoz. Az alsó képen lehet egy domb, de lehet egy kacsa is. Tehát így házi állatokról van szó, és szaporodásról. És most megfordítom a kávés csészét, akkor a kép másképp látható. Ez lehet két cica, akik játszadoznak. Akkor az kellemes, és itt játékról, játékosságról van szó. De az is lehet, hogy az egyik cica megtámadja a másikat, és itt kihívásokról van ilyen esetben szó. Ami még eszembe jut ennél a képnél, ez olyan, mint a felhő, most minden úgy beborult, átláthatatlan számunkra, de ott vannak alul a csillagok, ami szerencsét hoz, és bal oldalon a felhő kivilágosodik, tehát itt tisztázódik valami, és a csillagok szerencsét hoznak, ugyanúgy, mint a malac a szerencse szimbóluma. Tehát akármilyen helyzetben vagyunk jelen pillanatban, és lesz egy megoldás, egy szerencsés kiút. Én így tudtam elmagyarázni azt, amit én a kávés csészében látok, és kíváncsi vagyok arra, hogy mit látsz te ebben a pohárban. Kérlek, írd le a kommentárba. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!